Csánétek! Irány a csatába! Kulákmentes szöveget kívánok! Hoztam egy csatát az FV4202-vel, a 8-as brit meddel. Hát ezt is csúnyán lenetelték, jó ideje már, persze titkon. Annak idején nagyon jó tornya volt. Most már, hát akkor annak idején tudtam patogtatni a 10-es TD-ket is. Nem azért, mert új volt, hanem egyszerűen jó volt. Most már sajnos kevésbé jó, de még lehet vele menni egy-két jó kört, és ugyanazt fogom tartani, mint a Pantheren 10-es csatában Etán, aki látta, hogy plusz 1-es matchmakingben a kurva anyja az fog előre menni. Mindegy, hogy med, heavy, bármi, én kempelni fogok, mert pont leszarom, hogy kinek mi lesz jó. Egyelőre, ameddig nem vagyok szakaszban, addig úgy fogom csinálni a csatákat, ahogy nekem tetszik, és nem érdekel a maradék 14 agyhalott köcsög. Ja, a pálya a Scampinokkal, 9-es tier, 3 köcsög klikkerel a csatába, és ez se lesz egy olyan egetverő csata, csak egy számomra értékelhető balhé. Mivel a top 10-esek nem nagyon hajlandók megmozdulni különösebben, AMX 30 Scamper 2 gun markkal, a heavy tankjaink már ami van, azok sem nagyon akarnak felmenni a dombra, tehát ergo kénytelenek vagyunk kempelésből nyerni. Hát én meg biztosak lehetek be, hogy én nem megyek fel a dombra, 3 klikker még véget sem, meg másnak azért sem, mert én vagyok mondjuk úgy az egyik aljatíres med a 5 darab közül, tehát kapja be mindenki a faszomat. Én sehova semmit nem vagyok hajlandó csinálni pluszos matchmakingbe, mert nem. Nagyszerű. Gyalgánt azt még nem is kitételeztem. AP a standard lőszerünk. 226-os per 230-as alfelsz. Kb. Pont úgy néz ki, mint a Carnaval AX-nek, meg a Carnaval-nak a gánja. A goldunk az APCR 258-os per 230-as alfa. És itt próbálok spotolgatni, de majd jön a Jack Tiger, mert ő nem fél el a top 10-es CD-jével. Mert ő mindenképpen odébb akar engem lögdösni. Hát leszarom. Jön az 50 TP, mint a bajnokok. Sok előnye nincs ennek az kicsi alfának, de viszont az alap AP penünk az meglehetősen elég sok mindenre is, és nem mutatnám azt, hogy pontatlan a gán, persze tud ő is messzire hordani, vagy szarul lőni. Igazából nem is arra jön ez a, mert hogy távolsági lövészetet hajtsunk vele végre, mert arra nem elég pontos, és az 660-as töltési idő sem az igazi, van ennél sokkal jobb töltési idővel rendelkező med. Például az STA 2, vagy például a Panzer 58 MUC, hát a Spagettóról ne is beszéljünk, a páros genyóról. Én hagyom akkor Jágtigert itt érvényesünk, most, hogy elmondtam a mondókámat, hogy mindig nem nagyon akarok előre menni, majd amikor lesz lehetőség, akkor megyünk, vagy megyek, és lehet, hogy lassan is fog jönni az a lehetőség. Igen, snap-telésre nem alkalmas ez a gépállat, hiába van függőleges stabilizátorral felszerelve, alkalmatlan az ilyen hirtelen leadott lövésekre. De attól függetlenül, hogy mit tudom, 3 lassan 4 skilles legénységem van vele, nem megyek vele mostanában, mert nem érzek rá késztetést. Na, az STA 2 belenézett, tehát ő egy fokkal jobb, abból a szempontból sokkal mozgékonyabb az STA 2, mint mi, viszont annyival kevesebb páncél van a tornyán is. Nem mint ha mondjuk már ezt nem lehetne belövöldözni, mert kiemeletlenül be tudják ezt is lőni. Amikor még más volt a címe, nem ez a 4202 volt a címe, hanem az, hogy volt még mögött egy téveső is, akkor egy picivel még jobb volt ez a 8-as med, de aznak már véges-régen elmúlt az ideje. Nem azt mondom, hogy nem használható. Nyugodtan meg lehet venni, akinek van kedve, mert ez egy tökéletes support med, 9-es tiri, 10-esben meg már igazából be se menjetek vele, tehát én úgy vagyok vele, hogy nekem többet nincsen plusz 2-es matchmakingem, tartom is magam hozzá szigorúan, escape dezertál, vagy elmegyek, megfulladok, mert kapja be a faszomat Wargaming a szaros matchmakingjével. Itt van standard B, hát ezt nagyon elrontom, és ő nyilvánvalóan nem fog sem ellélőni, se lepattani. Most viszont váltott egy másik célpontot, egy lövés erejéig. Hát így már mindjárt szarban vagyok, mert persze a clicker az ide van szűkülve, tehát nem is tudom, hogy hogyan tud idefordulni, bazd meg az autista kreténje, bazd meg, 2 másodperc alatt meg el is engedi a lövését, mert még ideig szűkül, mert vagy pedig egész meccs ide volt szűkő, hogy tudjon valamit lőni. Hát nem tudom elkapni, azt hiszem az M43-at. De akkor elkaptam, legalább megvan egy killen, 1759 damage. Scorpio G meg egy kicsi reakció idő hátrányban van, mert valamire ellőtte magát, tudom, nincs egy híres. És próbálom a Chariotit is megkekszelni, hát a Scorpio G most megkekszelte.
Igazából ez semmi egetverő csata, csak egy számomra értékelhető, nálam ennyi bőven elég. Na, 1974 damage-nál járunk 1454 assist-nál. Clicker nem játszik. Megvan viszont a WTF Panzer 4. Próbálok neki adni egyet beszűkülés után, mert akkor nagyjából pontosak vagyunk. De ez a 185-ös pen, ez sem nagyon vágtam, hogy gyakorlatilag mi fogta fel a WTF Panzer 4-ben az én lövésemet, hogy nem tudom megadni a 230-as alfát neki. Értem én, hogy bazd meg. Most is 210-el. Értem én, hogy nem lehetem meg a 230-as alfámat, de kövessétek végig a hitlogot, hogy csak nincsen valami elrejtve, akkor a Centurionba adtam egy 235-öt, és alatta vagy utána alatta fölötte sincsen nagyon 230-ashoz hasonlító alfa damázs, amit még mindig a kurva cigány erengének lehet köszönni, de nyilvánvaló engem úgy lő profán a Clicker, hogy az valami fantasztikus, mert biztos vagyok benne, hogy engem állandóan át tudnak lőni nagy rollokkal, meg egyéb ilyen szarokkal. Na mindegy, ez az, ami hozzátartozik még ahhoz, hogy nem nagyon csinálok most már videókat, sem nem nagyon fogadok senkitől se videót, mert nem akarok annyit vele foglalkozni. Ezt a csatát felveszem igazából július vége fele, majd szerintem a szeptember közepére ez fel is ér. Még van a KV5-ös megvételéből egy pár nap prémiumom, egy ilyen 11-2-3-4-5, valahogy így sacra. Azokat gyanítom, hogy még lejátszom, mert összetápolom magam, és úgy nagyjából nem is terveztem más kontentet. Jaj, persze a tornyomon át sebzett ez a kis cigány, bazd meg 400-at belém, köszi. Pedig a tornyom jó volt, most már nem jó. Na mindegy, és gyakorlatilag úgy ennyi volt ez az egész kis monológ, meg csata is. Szerintem nem volt ez rossz. Csá népek!